Ha megengedi, lengyel elvtárs, el is mondanám látogatásunk célját. Éppen a Visegrádi utcáról szeretnénk beszélgetni, hiszen lengyel elvtárs szemtanú volt, résztvevője volt az eseményeknek. A Visegrádi utca az első pártközpont, a kommunisták magyarországi pártja első otthonában jelentős szerepet vitt maga is. A szerepemet jelentősnek nem nagyon mondhatom. Látja, itt van kérem szépen egy fotókópia a rendőrségi jelentésekből. Ez még a Károlyi kormány alatti rendőrség jelentése. Igen. És hát, mint látja, 44. számmal szerepelek ottan. Igen, itt egy fotókópiát nyújt át most a lengyel elvtárs. 43-as számmal Korbély Lajos, és 44-ként Lengyel József, akiről a következőt olvashatjuk, az ifjú munkások kommunista szervezetében vezető szerepet vitt. Az ifjú munkás szervezet egészében jött át a kommunista párthoz. Ez Lékai Jánosnak feledhetetlen érdeme. Nos, tehát akkor a Visegrádi utcába menjünk el egy kicsit, a Visegrádi utca 15-ös számú házba. Hanyadik emeleten volt a párthelyiség? Fél emeleten volt. Hány szobából állott? Hát kérem, volt egy nagy terem, amiben azelőtt Kassák Lajosnak a képkiállításai voltak. Azon kívül volt néhány szoba, éjjel-nappal jöttek az emberek. Milyen volt ott a párt élete, ha lehetne egy kicsit közelebb hozná Kun Béla személyét? Kun Béla kétségtelenül vezér volt, és vezér egyéniség volt. Nem hiába benne bízott Lenin. Leninnek kitűnő szeme volt. Kun Béla hazajöttével lett a kommunista mozgalom tömegmozgalommá és párttá. Politikai tudásán kívül Kun Bélának még egy a vezérhez méltó tulajdonsága volt, bátor ember volt. Mikor elhívták egy katonagyülésre az Üllői úti kaszárnyába, voltak értesüléseink, hogy ott egy merénylet készül, vagy készülhet ellene. Ez azonban Kun Bélát egy pillanatra se állította meg. Az Üllői úti kaszárnyába akart bemenni, és akkor ráfogták a fegyvert katonák. Akkor Kun Béla ahelyett, hogy megijedt volna, azt mondta, hogy mielőtt lőni akartok a Verschlusst, nyissátok ki. Tehát az ávárt. Igen. Igen. Az ávárt. Hát még akkor osztrák-magyarul Verschlussnak hívták, és ettől a katonák úgy megrőkönyödtek, hogy hát persze nem lőttek rá, hanem beengedték, és Kun Béla megtette azt, amit egy forradalmárnak meg kell tenni, mert egy forradalmárnak nem elég, hogyha politikailag felkészült, bátornak kell lenni. És Korvin Otto? Korvin Ottónak is az volt a kitűnő tulajdonság, hogy értett az emberekhez. Tudta, hogy kitől mit lehet kérni, és mikor kell követelni, és mikor kell parancsolni. És mikor kell gyengédnek és barátságosnak lenni. Ezt is tudta. Kiknek szeretne mostani beszélgetésünkben még emléket állítani lengyel elvtárs azok közül, akik ott voltak a Visegrádi utca 15-ben 40 esztendővel ezelőtt? Karikás Frigyesnek, aki talán akkor maga se tudta, hogy milyen kitűnő író lesz ő belőle. A másik, aki most már kevesen emlékeznek, ez Fonyó Sári elvtársnő, aki egyike volt a legönfeláldozóbb, a legbecsületesebb pártmunkásnak. Köztisztviselő volt, hivatala a tőzsdebíróságnál volt. A tőzsdebíróság okmánytárában az okmányok mögött a kommunista párt titkos iratai és névsorai voltak. Ezeket én szoktam hozzá átvinni, és hogyha megint egy kicsit csendesebb volt az idő, akkor visszahozni a Visegrádi utcába. Valami olyan emléke, élménye ebből az időkből, kedves lengyel elvtárs, amit most elmondana a rádió hallgatóinak, bizonyára akad nem is egy, hiszen könyve tele van ilyen élményekkel. Mégis arra kérem, mondjon el most ezek közül egyet. Az élményekkel úgy van az ember, hogyha csak egy van, akkor könnyű emlékezni. De ha annyi van, akkor az ember nehezen választja ki azt, amit ebben a pillanatban a legérdekesebb volna elmondani. Kevés dologra emlékszem olyan pontosan, mint a Kis Kovács egyik-másik elbeszélésére.
Egyszerű földműves volt Kovács János. Ott lakott Kun lakásán, Kun mellett volt Moszkvában is, itt is. Szerette. Odaadó, öntudatos kommunista volt, és a maga módján igen jó megfigyelő. Mi magyarok a Lenin konyhájáról hoztuk a menázsit, mesélte, mi voltunk a Kreml őrsége. Ez pedig nem kis dolog volt akkoriban. Milyen ember Lenin, kérdeztem. Tornyos eszű ember, határozta meg három szóval a magyar katona. Azt hiszem, három szóval jobban meghatározni nem lehetett volna.